Szevasztok srácok, ez itt újra az Építs Fel, és elérkeztünk a következő heti LEGO hírekhez, amelyben ismét hoztam nektek egy csomó vadonatúj készletet, hiszen az elmúlt héten mindent is bejelentett már megint a LEGO, és azért érkezett néhány pletyka is a házatájáról, úgyhogy vágjunk is bele. Néhány nappal ezelőtt a LEGO bejelentett egy vadonatúj Super Mario-s készletet, ami ismét a 18 pluszos termékcsaládból kerül ki, és ezáltal már azért sejtetitek is, hogy hát ez inkább egy gyűjtők számára készített darab lesz. Ahogy itt látjátok a dobozon, megkapunk egy ilyen sárga kockát, amin egy hatalmas nagy kérdőjel van, és ez a 25. évfordulóját fogja ünnepelni a Super Mario 64 videójátéknak. Na most azért érdekes, hogy a Super Mario 64-et ünnepli ez a készlet, hiszen a Super Mario 64-ben elméletileg nem is igazán volt ilyen sárga kocka, amin egy kérdőjel volt, hanem inkább abban volt, ha jól emlékszem, fehér alapon piros felkiáltójel, de javítsatok ki, ha tévednék, de én nagyon úgy emlékszem rá, úgyhogy egy kicsit furcsa, hogy ezzel a kockával ünnepünk. Nyilván sokkal többen ismerik a Super Mario Brothers-ből, de akkor is egy kicsit furcsa, ha már a 25. születésnapját ünnepli. Látjátok a dobozon, ez egy 18 pluszos készlet, 71395-ös a kódneve, és 2064 darabos lesz a készlet. Super Mario 64 kérdőjel kocka, ez a hivatalos magyar neve. És hát igazából egy első ránézésre nem lehet olyan sok érdekességet látni belőle, hiszen kapunk ténylegesen egy kockát. De amint megfordítjuk a dobozt, már is láthatjátok, hogy itt azért sokkal többről van szó, mint egy egyszerű kockáról, hiszen ha benyomjátok a tetejét, akkor különböző pályarészek fognak kiugrani belőle. Ezek a pályarészek ismerősek lehetnek a Super Mario 64 világából. Összesen 4 darab pályát lehet összeépíteni belőle, például Peach kastélyát, Bob Omb harcmezőt, Hűvös hegyet és a halálos láva galiba pályarészt lehet összeépíteni. Na most sajnálatos módon ebben a készletben továbbra sincsen minifigura, viszont vannak építető mikrofigurák, hiszen ez egy ilyen microscale-ben épített világ, és microscale-ben épített kis figurákat tudunk belerakni. Összesen 10 darabot lehet összeépíteni ebben a készletben. Természetesen Mario-t, Yoshit, Peach hercegnőt, Bobom királyt, Chain Chompot, Big Bullet, Mr. Eye-t, Lakutit, Pingvint és Baby Pingvint lehet ebből a készletből összeépíteni. Továbbra is nagyon sajnálom, hogy a Super Mario-s termékcsaládban egyáltalán nincsenek minifigurák. Nem tudom, mire vár a LEGO, lehet, hogy valami IP gondok vannak itt, de már ez nem az első Super Mario-s termékcsalád, és nincsenek minifigurák. Mindenki a minifigurákat várja, és továbbra sem adja ki ezeket a LEGO. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy egyáltalán mikor fogják ezeket bevezetni. Ettől függetlenül ez a készlet egész jól néz ki. Azt hiszem 18 cm, ha jól láttam, igen, 18 cm magas, mély és széles lesz, tehát egy kockáról van szó. És október 1-től már meg is tudjuk vásárolni ezt a készletet, mégpedig 64.990 forintos áron. Ezen kívül a LEGO 2 karácsonyi készletet is bejelentett az elmúlt néhány napban, bár az egyikről már volt szó az előző adásban is, vagy az előző előtti adásban, de ott még eléggé homályos képek voltak. Most már officially bejelentette a LEGO, hogy érkezik 2 darab karácsonyi készlet október 1-ével. Az első a nagyobbik, a 10293-as 1445 darabos Mikulás látogatása készlet, amiről igazából annyira sokat nem is akarok beszélni, hiszen, ahogy látjátok itt mellettem, én már ezt össze is építettem, a LEGO elküldte nekem hamarabb bemutatás céljából, fönt a sarokban meg is tudjátok nézni, ha még esetleg nem láttátok. Viszont ezen kívül érkezni fog egy másik Mikulásos készlet is, amiről már beszéltem is nektek az előbb, hogy azért már tudtunk arról, hogy érkezni fog, de most már tudunk árakat is, és biztos megjelenési dátumot. Egyébként az előző készletnél el is felejtettem mondani, hogy október 1-től lehet majd elérni, és 32.990 forintba fog kerülni ez a kis házikó itt mellettem. Viszont a másik szettünk, ez a 343 darabos, 4499-es Mikulás szárnya nevezetű készlet, amit én nagyon hiányoltam ebből a készletből, hogyha láttátok a bemutatót, akkor szerintem tudjátok, miről beszélek. De hát a LEGO nem véletlenül hagyta ki ebből a készletből a Mikulás szárnyát, hiszen ebben a szettben össze lehet építeni a Mikulás szárnyát 4 darab részszarvassal, és 13.990 forintba fog kerülni. Október 1-től ugyanúgy be tudjuk szerezni. Viszont az érdekessége ennek, amit még nem láttunk régebben, hogy a doboz hátulja láthatjátok, hogy itt külön van egy ilyen jó és rossz lista Mikulásunk kezébe, és egy csomó ajándék, amit szállít ki. Eszméletlen jól néz ki, mindenféleképpen be fogom szerezni. Azt még nem tudom, hogy most fogom-e bemutatni, vagy majd a karácsonyi szezonban. Ezt azért írjátok le a komment szekcióba, hogy ti mikor szeretnétek látni. Minél hamarabb, vagy a karácsonyi időszakban.
Ezen kívül még egy Creator Expertos készletet is bejelentett a LEGO, vagyis hát igazából 18 pluszos készletet, ami nem más, mint ez a Queer Eye a Csoda 5-ös nevezetű készlet, ami a 10291-es kódnevű 974 darabos készlet, ahogy látjátok 6 darab minifigura van benne, és hogyha egyáltalán nem ismerő számodokra ez a reality show, akkor egyáltalán nem vagyok meglepődve, mivel hát nekem fogalmam se volt addig, még utána nem néztem, hogy egyáltalán mi is ez, és ez a Netflixen futó ilyen átalakító show, ilyen új ruhákba, új sztájba öltöztetik az embereket, és hát azért ez eléggé aggodalomra ad okot. Most nem azzal van a baj, hogy ez egy LMBTQ-s készlet, hanem az, hogy ez egy reality show alapján készült készlet. Mi lesz a következő? Egy Big Brother? Egy való világ? Azért annyira trashbe ne menjünk el. Furcsa döntés LEGO-éktől, főleg az, hogy ennél azért van sokkal populárisabb sorozat, akármi, amiből készletet lehetett volna készíteni, és ahogy látjátok is rajta, ez egy nagyon hasonló vonalon megy végig, ugyanúgy, mint a Seinfeldes készlet, ugyanúgy, mint a Jó barátokos készlet, pontosan ugyanúgy egy ilyen apartman részletet kell összeépíteni. Hogyha ismeritek a sorozatot, akkor szerintem ismerős lesz ez az egész feldolgozás is. Tényleg a készlettel igazából nincs probléma, sőt, arra azért figyeljetek oda, hogy úgy néz ki a LEGO hallgat a rajongókra, hiszen ez egy 18 pluszos készlet, de nem fekete dobozú. Igaz, hogy olyan sok érdekesség nem történik a háttérben, mert egy fehér dobozról van szó, és lehet, hogy ez egy kicsi bizakodásra ad okot, hogy lehet, hogy a későbbiekben visszatérünk a normális dobozokhoz, nem ezekhez az unalmasokhoz. Tudom, hogy már unjátok minden videó alá, már leírtátok 100-szor, de nekem akkor is ez egy vesző paripám is. Hát úgy néz ki, mégis hallgat ránk a LEGO. Néhány pletyka is szárnyat kapott az elmúlt néhány napban, de most ezek közül én a legfontosabbat fogom kiemelni, legalábbis ami számomra a legfontosabb, hogy elméletileg kikerültek a creator-ös készletek, hogy jövőre milyen creator-ös, nem creator expertös, hanem milyen creator 3-1-ben készleteket fogunk kapni, és hát ezek közül az egyik nagyon izgalmas, természetesen ezen kívül, vagy az izgalmason kívül azért van egy csomó másik is, amit most gyorsan itt föl is sorolok nektek. Először is itt van ez az Offroad Buggy, egy Supermech, Forest Mythical Creature, Supersonic Jet, Speedster, Derfinish Technős, Majestic Tiger, Submarine, Townhouse Noodle Shop, és hát a számomra legizgalmasabb, és nyilvánvalóan ez lesz a legnagyobb ebben a termékcsaládban a jövőre, a Viking Longship és Sea Serpent nevezetű készlet, amit én úgy tudok elképzelni, mint a kalózhajó, ami nemrég jelent meg, a középkori vár, és hát ezzel úgy néz ki visszahozzák a vikinges témát is ebbe a témakörbe. Nagyon örülök neki, kíváncsi vagyok, hogy egyáltalán hogyan fog kinézni, bár azt azért szögezzük le, hogy ez egy creator-ös készlet, tehát ez inkább a gyerekeket célozza meg, ezáltal nem lesznek annyira nagyon kirészletezve a dolgok, hát egy hasonlóra kell gondolni, mint így a középkori kastély, viszont itt a Sea Serpent is biztos brick build lesz, tehát kockákból kell majd összeépíteni, nem egy ilyen fröccsöntött valamit kapunk, ami hát valamilyen szinten jó, valamilyen szinten nem, viszont azt azért ne felejtsétek el, hogy ez egy 3-1-ben készlet, úgyhogy ismét aggódok a vitorlákért, hogy vajon ebben a longshipben milyen vitorlák lesznek? Remélem ruhaanyagból készültek, és valahogy bele tudták rakni a másik két építménybe is, mert hogyha megint olyan kockákból épített dolgok lesznek, annak azért én annyira nem fogok örülni, de ettől függetlenül én nagyon örülök ennek a hírnek, most már csak tényleg igazaknak kellene lenni ezeknek a pletykáknak, mint már oly sokszor elmondtam nektek, ezekben ne mindig 100%-ig bízzatok, de elméletileg 2022-ben ilyesmi creator készletekre számíthatunk. És ha már pletykákról van szó, akkor egy minifigurás pletyka is befutott az elmúlt néhány napban. A pletyka pedig arról szól, hogy 2022 tavaszán nagy valószínűséggel egy IP-vel rendelkező minifigura csapatot fogunk ismét megkapni. Ugye most kaptuk meg a Marmeles minifigurákat. Igen, hamarosan érkezni fog annak is a bemutatója, nem kell 50-szer kérdezni. Viszont tavasszal nagy valószínűséggel kapni fogunk egy Muppet-es termékcsaládba tartozó minifigura felhozatalt. Őszintén szólva, én annyira nem vagyok nagy rajongója annak az egésznek, viszont azért érdekes látni, hogy ebbe az IP-be, ebbe a témakörbe is elmegy a LEGO. Hogyha fölnézek a LEGO-nak a hivatalos oldalára, akkor láthatjátok, hogy igazából olyan sok minden változás nem történt az elmúlt héthez képest, ugyanúgy be tudjátok még szerezni az FC Barcelona ünnepség készletet, hogyha megvásároljátok az FC Barcelona stadion. Viszont ebben a pillanatban én nem látok másik ajándékot, ez annak köszönhető, hogy pont ebben a pillanatban váltott, úgyhogy lehet, hogy Tibire látjátok ezt az adást, addigra már lesznek újdonságok ajándékfronton, sajnos ezt én még nem látom. Viszont hogyha már ott vagytok a LEGO-nak a hivatalos oldalán, akkor nézzétek meg a front oldalát is, hiszen kikerült egy ilyen kis cím oda az elejére, hamarosan kivezetjük felszólítással. Ezek a népszerű LEGO készletek már nem sokáig lesznek elérhetőek, szerezd be őket, amíg lehet, és hát ebben igazából azt sorolja fel, vagy azokat a készleteket sorolja fel, amiket már én is mondtam, vagy meséltem nektek, azt hiszem két héttel ezelőtt direkt csináltam egy külön kiadást arról, hogy milyen szettek
valószínűséggel fognak kivonulni, és hát ezek a szettek úgy nagy vonalban ugyanazok, amit itt a LEGO be is mutatott. Ha még ezt a videót nem láttátok, akkor szerintem mindenféleképpen nézzétek meg. Viszont, hogyha elnéztek a LEGO Store Budapestnek az oldalára, ott történt némi változás, hiszen, hogyha beszeretnétek szerezni ezt az FC Barcelona szurkolói ajándék csomagot, akkor most már nem csak akkor ajándékozzák oda, amikor megvásároljátok azt a készletet, hanem ha 99.990 forint felett, tehát 100.000 forint felett vásároltok bármilyen LEGO terméket, akkor ugyanúgy ajándékba fogják ezt adni. Nos srácok, hát én egy érdekességet találtam a héten a LEGO-val kapcsolatban, ugye ez egy nagyon merítés volt, hiszen az elmúlt másfél hetes összefoglalót raktam nektek itt össze, hiszen az előző héten kedden volt a heti LEGO hírek. Az pontosan azért kellett, hiszen következő pénteken jelent meg csak egy bemutató a csatornán, ami nem volt más, mint ez a karácsonyi készlet, de egyébként ezt már az előbb mondtam nektek. Aztán szombaton érkezett egy különleges LEGO Ideas adás, azt is nézzétek meg odafönt, hogyha még nem láttátok. Abban összefoglaltam, hogy milyen is volt a 34 ötlet, ami bekerült a második fordulóba. Aztán vasárnap érkezett egy Harry Potteres bemutató, mégpedig ez az ugyanúgy karácsonyi témával, és hát igazából nem karácsonyi témával foglalkozó, de látjátok, hogy mind a kettő havas készlet, megpróbáltam direkt ezt a kettőt így összevárni. Aztán hétfőn érkezett egy unboxing bemutató, ugyanúgy fönt a sarokban meg tudjátok nézni, és hát végül kedden érkezett egy über brutál bemutató. Ti is nagyon vártátok már, én is nagyon vártam már. Végre hozzám is befutott, ott a háttérben látjátok azt a nagy böszmedögöt. Elérkezett hozzám is ez a Republic Gunship, úgyhogy ha kíváncsiak vagytok a bemutatójára, akkor szerintem ne hagyjátok ki, ezt is fönt meg tudjátok nézni. Nos srácok, hát én ennyi lettem volna mára, nagyon szeretném megköszönni még egyszer a figyelmeteket, szeretném megköszönni minden támogatónak, hiszen egyre többen vagytok, most már közel 50-en vagytok, akik támogatjátok közvetlenül a munkámat, úgyhogy minden csatornatagnak ismét szeretném megköszönni. Nagyok vagytok, srácok, és ha valaki még szeretne csatlakozni, akkor hát odalent arra a kis gombra kattintva minden információt megkaptok ezzel kapcsolatban. És hát a héten még mindenféleképpen találkozni fogunk legalább kétszer, hiszen szombaton érkezni fog egy újabb top 10-es adás, egy legús legek adás, amelyben azt hiszem a top 10 legnagyobb klasszik space készletet szedtem össze, ha jól emlékszem, és aztán vasárnap pedig érkezik egy újabb bemutató, hiszen abban a hétfői unboxingban egy csomó készlet volt, és hát a vasárnapi bemutatóban már az fog érkezni. Addig is srácok, jók legyetek, találkozunk a következő adásokban, szevasztok!